Egy település viszonylag kevés lakossal, de annál több jelzővel. Nevezték már a Jászság fővárosának, nevezték már a Lehel kürtje székhelyének, sőt egy időben még a hoki csodavárosa is volt. A mai napon Jászberényből jelentkezünk. Azt hiszem, nyugodtan mondhatom, hogy kevés olyan város van, amelyben lakosonként annyi látnivaló lenne, mint amennyi Jászberényben. Nem is tudom mindet megmutatni, válogathattam a látnivalók között. Megmutatom például a Jászság legfőbb szimbólumát, a Lehel kürtjét. A jászok legféltettebb erekéje. Elmegyek az országosan is egyedülálló küllemű kupola fürdőbe, amelynek fura alakját nehéz megmagyarázni. Az épület kirít az akkori építészeti stílusból, ugyanis a szociál a kockaházakat létesített előnybe. Az egyik legjobb helyi fotóssal pedig romtúrára megyünk a hajdani kerekudvari kastélyba. Szóval akkor senkinek eseredjene, ha oda csapja a drónját valahol. Nem, sőt, én azt mondom, mielőtt nem zuhansz le, nem is vagy igazi drónpilóta. Vagy ha nem is töröd össze legalább egyszer-kétszer a drónt, addig nem is vagy igazából drónos. Megkóstoljuk a város legismertebb étkét, a pandúrgulyást, amelyet egy jászberényi szakács talált ki. Kuha Csaba nevéhez fűződik, aki egy mesterszakács volt, és a 70-es években gyakorlatilag ételmaradékokból rakta össze ezt az ételt. És megnézzük a város legérdekesebb szobrait épp úgy, ahogyan a város egyik legismertebb feltalálójának festménygyűjteményét. Ez körülbelül 30-35 évvel ezelőtt kezdtem el a feleségemmel gyűjteni. De mindezek előtt ugrás az állatkertbe, ahol éppen pingvin sétáltatásra készülnek, és ahol az ország egyik legokosabb hollója él. Azért csináltunk, hogy közben a lábamat ne csipkedje, mert ilyenkor már túlfűtött, kicsit izgatott. És akkor ilyen kis eltereléseket szoktunk csinálni. Ugye? Mint ahogy most is teszed. Megismerkedtünk egy pénz érmének nevezett történettel, ami azért fontos nála, mert mint ahogy számunkra sem értékes ez a darab, számára sem az, ugyanakkor igyekeztem benne tudatosítani a tényt, hogyha ezekből eleget összegyűjt, akkor azért lehet kapni valamit. Tegyük ide. Oda bele. Úgy. Ő Matilda, jászberényi állatkert hollója. Néhány évvel ezelőtt elvesztette a párját. Zoltán akkor kezdett vele kiemelten foglalkozni. Ma már elképesztő kunsztokat tudnak együtt. Ezek bizonyítják, hogy a holló tényleg egy nagyon értelmes állat, és nem véletlenül lett a Hunyadi család címer állata. Szóval, Matilda, hogyha ide koncentrálunk, akkor szerintem fog az menni. Oda kérem bele. Úgy, nézd csak. Hát, akkor tegyük azt is. Igen. Jó. Nem. Tegyük le. Úgy. Matild két dologért csinálja meg mindezt. Egyrészt a jutalomért, amely egy marék földi mogyoró, másrészt pedig a játék öröméért. Matildtól alig pár méterre laknak a jászberényi állatkert oroszlányai. Hozzájuk persze nem lehet bemenni kézzel etetni őket, de azért az ide érkező vendég így sem marad látvány nélkül, hiszen az ápolók a húsdarabokat fölkötötték jó előre az oroszlánoknak, nekik meg le kell azokat szedni. Az év minden szakában legyen olyan plusz látványosság, ami miatt megérheti a látogatóknak itt egy kis sétát tenni az állatkertünkben. Ebben az időszakban ugye tavasz közeledik, még a pingvin séta ez a fő látványossága a jászberényi állatkertnek, amikor ugye a látogatók együtt sétálhatnak a pingvinjeinkkel, és miután beköszönt a tavasz, ugye a pingvin séták helyét felváltják a látványetetések, aminek a során olyan programokat próbálunk összeválogatni, amelyek során az állatok természetes viselkedését is tanulmányozhatják a látogatók. A jászberényi állatkert egyébként éppen idén 40 esztendős. Ha az első látogatók visszatérnének, talán rá se ismernének erre a helyre. Akkoriban ugyanis még szűk ketrecekben tartották a nagyvadakat is, most viszont tágas kifutók és az eredeti élethelyükhöz hasonlító területek gazdái lehetnek a vadak. Amúgy a jászberényi a kisebb állatkertek közé tartozik, hiszen alig 4,5 hektáros.
A terület tehát kicsi, de annál népesebb, hiszen 120 állatfajt mutatnak itt be. Az állatsereglet egyik legmegbecsültebb tagja Hedvig az uhubagoly. Összesen 3 uhut tartunk itt Jászberényben, de Hedvig a legkülönösebb, legkülönlegesebb több szempontból is, hiszen ő az a bagoly, akit akár kézre is vehetünk, és különböző környezeti nevelési, illetve zoopedagógiai programokba tudjuk őt bevonni. Ugye ez az igazi szívelelke a zoopedagógiának, amikor egy állatot testközelből, akár érintéssel tudunk bemutatni, és a gyerekek, a látogatók pedig közvetlen testközelből tanulnak. A másik érdekessége pedig az, hogy ezek a madarak, amelyik az uhufaj ennek az alfajába tartoznak, nem is igazából így festenek eredetileg. Hedvignek van egy olyan különleges tulajdonsága, hogy ő a rejtőszínű, a kéregmintás tollazata helyett évről évre egyre több fehér tollat vedlik, tehát ő folyamatosan fehéredik gyakorlatilag, egyre több a teljesen fehér színű tollazata, úgyhogy viccesen azt szoktuk mondani, hogy pár év és hóbagoly válik belőle. Az állatkertben mentéssel is foglalkoznak, a pelikánok között például 2 olyan gólya is él, amelyik sosem repül már Afrikába, meg máshova sem, ugyanis mindketten áramütés szenvedtek, megmentették őket, de gyalogmadarakká váltak. Ettől függetlenül nagyon úgy tűnik, hogy jól érzik magukat itt. Mi viszont kénytelenek vagyunk elköszönni az állatkerttől, hiszen hosszú még a nap és sok helyre kell mennünk. Irány Jászberény legismertebb kultúrpalotája a Jász Múzeum. Aki Jászberénybe megy, mindenképpen látogassa meg a 145 éves Jász Múzeumot, és ne csak a híres Lehel, vagy ahogy itt hívják, Jászkürtöt nézze meg, hiszen több ezer érdekes és értékes tárgy van még ebben az intézményben, amelyet 1998-ban még az év múzeumának is megválasztottak. Az intézményben Hortiné dr. Batu Edit fogadott bennünket, nála jobban senki nem ismeri ezt az épületet, hiszen már több mint 40 esztendeje dolgozik itt. Amúgy is Jászberény egyik legismertebb polgára ő, ráadásul már jó régen. 1977-ben például tagja volt a Ki mit tudott megnyert Jászság népi együttes csapatának, de ő az egyik motorja a város szinte összes turisztikai és kulturális eseményének. A szíve csücske mégis a múzeum, amely folyamatosan üzemel 1874 óta. Gondoljuk el, hogy ez az idő olyan időszak volt, amikor még itt a városban nem volt egyetlen lekövezett úttest, és hát járdáról meg ne is beszéljünk, mert az végképet nem volt. Ezt csak azért mondom el, hogy nagyon fontosnak tartotta az akkori városi tanács és az akkori polgármester, hogy egy múzeumot hozzanak létre a Jász történelmi relikviák megőrzésére és az utókornak való ugye átadására. A jászokra szokás mondani, hogy igencsak büszkék. Vélhetően a megnyitás idején, vagyis ahogyan már mondtuk, 1874-ben sokan voltak, akik saját nagyságukat látták a múzeum alapításban. A gyűjteményben rengeteg akkori helyi polgár adott tárgyakat, nagyon örült a város az új múzeumának. Jól mutatja az is, hogy nem máskor nyitották meg a múzeumunkat, mint 1874. december 26-án, vagyis karácsony másnapján. Most elgondolhatjuk azt, hogy ha ma karácsony egyik vagy másik napján kiállítást nyitnánk, hát nagyon érdekes dolgokat gondolnának a múzeum vezetéséről, munkatársairól, mert ma már ez nem szokás. Tehát az emberek akkor is maguknak érezték a múzeumot, egyébként ami ma is jellemző, és a gyűjtemény nyilván felhívásra közadakozásból gyarapodott. Tehát az első tárgyak, amik ide bekerültek, azok olyan képzőművészeti alkotások voltak, festmények, grafikák, amik a Jász történelem nagyjainak az arcképeit hát örökítették meg, és nagyon sok ilyen anyag került be mindjárt az alapítást követő időszakban. A másik nagyobb tárgyegyüttes pedig a régészeti anyag, de ezt ne gondoljuk, hogy ásatásokból kerültek ezek elő, hiszen abban az időben szokás volt régi tárgyakat gyűjteni.
A múzeum történetének legfontosabb tárgya természetesen a jászkürt, vagy más nevén a lehelkürtje. Az általunk őrzött nagyon szép történelmi erekje egy elefánt agyarból készült és vízesen faragott kürt. A jászok legféltettebb erekéje, és voltaképpen nagy szerepe van a jász hagyományban, nagyon fontos szerepe volt a múltban, hiszen a mindenkori jászkapitányok méltóság és hatalmi jelvénye volt. Ha egy jászkapitány valamilyen ünnepségen megjelent, akkor az övénre függesztve viselte, ha lóra szállt, akkor meg a nyakába akasztotta. Egy jászkapitányt megillette az a végtisztesség, hogy amikor meghalt, akkor mindaddig a koporsóján tartották a kürtöt, amíg el nem földelték. Ma már természetesen senki nem ihat az 1000 éves kürtből, sőt, csak a legritkább esetben veszik ki a tárolójából is. Egyébként, és ez szinte hihetetlen, a kürtnek 1000 év után is megvan a hangja. A következő felvétel 1953-ban készült, Kádár Ferenc pásztor fújta meg a jászkürtöt. Azért el kell mondani, hogy az általunk őrzött kürt az nem egy dallamkürt, hanem csak egy jelzőkürt. 3, maximum 4 hangot lehet biztonsággal rajta megszólaltatni és tisztán. Bár a kürt a jászok legbecsesebb erekéje, azt is tudni kell, hogy az ország legelőkelőbb kulturális kincsei között is ott van. Nem csak én mondom, hanem ezt így is tartjuk nagyon sokan, hogy a Szent Korona és a koronázási palást után nagyon szorosan ott van a kürtünk, a régisége miatt is. Akkor is, ha nem lehel vezéré volt, ha csak 12. századi, az is nagyon komoly múlt már, és egyáltalán az a legenda, ami hozzá kapcsolódik. Ahogyan azt az elején már említettem, nem csak a kürt miatt érdemes eljönni a múzeumba. Sokan szeretik például ezt a ruhát megsimogatni, hiszen a város leghíresebb színművészének, Dériné Szétpataki Rózának volt hasonló. A 19. század talán legismertebb színésznőjéről 1951-ben forgattak filmet, amelyben Tolnai Klári alakította Dérinét. Nincsen itten olyan lányka, aki engem vár. De ott van a Jász Múzeumban minden idők egyik legnagyobb magyar basszistájának, Székely Mihálynak is a szobra, hiszen az opera fejedelem is Jász Berény szülötte. Szóval, aki ide jön, az készüljön rá, hogy nem szabadul egy hamar a Jász Múzeumból, annyi a néznivaló. Azt is javaslom, hogy ne csak a nagy és szembeötlő tárgyakat nézegessék, hiszen időnként az apróságok is lehetnek egyedülállóak. Egy nagyon érdekes és nagyon apró tárgyat szeretnék bemutatni, hiszen itt a Jász Múzeum gyűjteményében egy néhány évvel ezelőtt bekerült egy apró, nagyon különleges honfogláskorból származó tárgy. Ez egy süvegcsúcs. Jelenlegi ismereteink szerint az egykori Magyarország területéről egy ilyen süvegcsúcs volt ismert, ez méghozzá Beregszászról, a mai Kárpátalja területéről került elő kőbányászás során, és jelenleg a Magyar Nemzeti Múzeum kiállításában figyelhető meg. Egy néhány évvel ezelőtt azonban nem régészeti ástás, hanem egy magánszemélynek a gyűjtő munkája révén került ide a Jász Múzeum gyűjteményébe egy Jász Berény határából származó süvegcsúcs, gyakorlatilag a második számú süvegcsúcs, ami eddig Magyarország határain belül ismerté vált. Egészen meglepő, de ez a tárgy kiváló állapotban került be a múzeum gyűjteményébe, és az is elmondható, hogy persze természetesen restaurátor is dolgozott rajta, hogy még kiválóbb, még jobban bemutató állapotba kerüljön. Rajta látható az egykori aranyozásnak a nyoma, a palmetta motívum, ami gyakorlatilag egy végtelen motívummá, egy életfa motívummá áll össze, és ez adja igazából különlegességét ennek a nagyon érdekes és szép tárgynak. Jász Berényben segítségünk is volt, mégpedig egy végzős riporter hallgató, a székely udvarhelyi Toró Nikolett. Gondoltam, adok neki egy kis vizsgamunkát, és megkértem, hogy készítsen villáminterjút a Jász Múzeum igazgatónőjével, aki örömmel vállalta a dolgot. Íme az eredmény.
Az emberek miért járnak a 21. században múzeumban? Én azt gondolom, hogy a múzeumok mindenkorban aktuálisak. Egyrészt azért, mert ahogy halad az idő, hogy egyre modernebb világot élünk, annál jobban felértékelődik a múlt történése, eseményei, amit csak könyvekből tudunk megismerni, vagy a közelmúlt eseményeit mondjuk elbeszélésből, de igazából a nagyon régi idő eseményeit és történéseit csak is a múzeumban lehet tárgyiasult formában is egy kicsit megismerni. Egyetért azzal, hogy a múzeumi tárgyak bizonyos értelemben eladó árucikkek is kell hozzá marketing? Minden múzeum törekszik arra, hogy haladjon a korral, és persze felhasználja a kor adta technikai lehetőségeket és újkori vívmányokat, de én azt gondolom, hogy egy múzeumi tárgy bemutatása azért az mindig valamennyire őrzi a klasszikus formáját. Ha egy mondatba kellene megfogalmazni, akkor mit mondana, mit jelent ez a múzeum a jászoknak? Egy mondatban nagyon nehéz megfogalmazni, de megpróbálom. A Jász Múzeum a jász történelmi múlt fundamentuma, amelyre épül a mai életünk, a mai világunk. Az igazgatónő és a riporter jelölt hamar egymásra találtak, és a forgatás végén már-már barátnőkként búcsúztak el egymástól. Nagyon örülök, hogy megismertelek. Sok sikert és boldog új jel az életben. Köszönöm. Na, milyen volt Jász Berényben? Ó, egy igazi élmény volt, nagyon sok mindent megtudtam. Jászberény városa mindig elképzelhetetlen volt, a szeretett folyó a zagyva nélkül. A korábbi évszázadokban a város gazdaságát is segítette a folyó, most viszont már ez a sétány itt inkább csak a pihenőhely, az egyik pihenőhely, ahova mindenki szívesen hozza ki a kisgyerekét, találkoznak a barátaikkal, beszélgetnek, jól érzik magukat, és a háttérben ott van a Lyukas híd, igaz, hogy itt nem 9 van, mint a Hortobágyon lyukból, csak 3. Ugyan senki nem nevezi a vizek városának Jászberényt, de aki erre jár, az szinte biztos, hogy rábukkan vagy a folyóra, vagyis az agyvára, vagy valamelyik helybéli horgásztóra. Vannak olyan turisták, akik kifejezetten ezek miatt, a vizek miatt mennek el Jászberénybe. A leglátványosabb talán ez a csobogó, amelyet errefelé némi túlzással vízesésnek hívnak. Az persze tény, hogy az Alföldön ekkora robajjal ritkán folyik a víz. Mások jobban kedvelik a csendesebb vidékeket. Ők inkább a berényi tavak valamelyikéhez mennek ki, általában tavasztól késő őszig horgászni. Amikor mi ott jártunk, még téli álmát aludta ez a tó, de a horgász szezonra bőszen készültek már a pecások és talán a halak is. És van még egyféle víz, ami jellemző erre a városra, ez pedig a termálvíz, amelyet telente a kupolafürdőben élvezhetnek az itteniek. Az épület alakja annyira különleges, hogy megkértem egy helytörténészt, meséljen nekünk róla. Az 50-es években olajat kerestek a jászságban, úgy, mint az Alföldön, és hát vagy szerencsénkre, vagy bánatunkra, meleg vizet találtak, és akkor eldöntötték, hogy fürdőt építenek. Az 50-es évek végén született meg a terv, a termálfürdő építésére, ez Alavári Lajos alkotása. És 1960 és 64 között épült meg tulajdonképpen a most látható termálfürdő. Az épület kirít az akkori építészeti stílusból, ugyanis a szociál a kockaházakat létesítette előnybe, és így ez a kupolás rész, ez teljesen más jellegű volt. Nagyon tetszett az embereknek, és itt körbefut a kupolán két szalagablak, ami most egy kicsit be van fedve, és az azt jelenti, hogy ez a szalagablak adhatott egy világítást a belső térnek, és a két kör alak egymásba futott, így lehet átjárni a két medence között. Hát két dologra gondolunk. Egyrészt a kupola jelezhet kályhaszemmel, buboskemencét, vagy éppen a törökök sapkáját, sisakját, és turbán jellegét, de hordozhatott egy olyan gondolatot is, hogy kilépni a szögletes elméletből, és egy ilyen kicsit ívesebb formát kialakítani. A fürdő amúgy már 1965-ben híres lett, hiszen itt forgatták a Tilos a szerelem című film néhány jelenetét. Olyan sztárok fürödtek a medencében, mint Pécsi Sándor, Avar István, Darvas Iván, Koncz Gábor, vagy éppen Balázs Péter. Thank you.
Na, milyen? Semmilyen. Amúgy ugyanazt a medencét használják ma is, hiszen a termálvíz és persze a fürdő most sem rosszabb, mint 60 évvel ezelőtt volt. Az érdekesség az, hogy az a víz ez véletlen folytán került a birtokunkba. 1958-ban, mint környékben máshol is, olajat fúrtak, és a fekete olaj helyett fehér víz tört föl. Közel 50 fokos termálvizet találtak, amelyet jelenleg is hasznosítunk. Mire jó ez a víz? Úgy értem, hogy azon túl, hogy nyilván jó a meleg habokba belezuhanni, milyen betegségek kezelésére használható? Nagyon sok betegségre javallott, főleg reumatikus és mozgásszerű megbetegedésekre, ízületi fájdalmakra, sőt még nőgyógyászati kezelésekre is javasolják az orvosok, egyébként nátrium-hidrogén-karbonátos a víz visszatétele. Az átadás pillanatát követően rögtön már így gyógyszolgáltatások adtak a rászorultakra, és jelenleg is az épület azon túl, hogy pihenés, relaxációra is lehetőséget nyújt. OEP támogatott kezeléseket nyújtunk a rászorultaknak, úgy mint orvosi gyógymasszázs, víz alatti sugármasszázs, iszapkezelés, illetve vízi gyógytorna. Sokan veszik igénybe? Igen, igen, folyamatosan jönnek a betegek, sajnos sok beteg van, főleg mi az idősebb korosztály, ám de nem győzzük eléggé mondani, hogy preventíve is alkalmazni kell, tehát nem akkor kell ilyen helyre eljönni, amikor az ember már beteg, hanem hamarabb is megelőzni a későbbi megbetegedéseket. Jászberény városa igen gazdag a szobrokban. Ezek közül most azokat mutatom meg, amelyek a főtéren vannak, vagy voltak. Az egyik esetében ugyanis indokolt a múlt idő. Ez az a szobor. Most éppen a város szélén ácsorog, tulajdonképpen a semmiben. Mielőtt elmondanám, hogy miért, ugrás vissza a főtérre. Az itteni sétány olyan 3-400 méter hosszú lehet, a két végén és a közepén áll egy-egy szobor. A legújabb a középen álló Lehel vezért ábrázolja. Mivel a Lehel kürtje a város jelképe, egyáltalán nem meglepő, hogy a gazdájának, Lehel vezérnek szobrot állítottak itt. Persze a kürt csak a legendában volt Lehel vezéré, valójában nem, de ettől még sok minden kapta Lehelről nevét ebben a városban. Hogy más nem mondjak, a nagy hírű és nagy múltú Lehel vezér gimnázium, amely alig 50 méterre áll Lehel szobrától. Egyébként itt a szobor helyén állt korábban a helyiek kedvenc szökőkútja, amelyből tavasztól őszig zubogott a víz. Imádták a turisták is, csak hogy telente az üres kék medencét figyelgették az erre járók, így végül az elbontása mellett döntöttek. De most irány vissza a sétány elejére, ahol a korsóslány kútja áll. A helyiek amúgy inkább szűzlány kútjaként tisztelik, hozzátéve, hogy addig lesz szűz, amíg a sétány túlsó végéről a jászkapitány ide nem ér. Nagyon büszkék vagyunk erre a szoborra, mert Jászberénynek egy emblematikus alkotása és egy szép kis terecske közepén áll. 1995-ben készült el a szobor, és akkor állítottuk fel ünnepélyes formában. Ez az év azért is jelentős, mert ekkor ünnepeltük mi jászok a kunokkal együtt a Jászkun Redemció 250 éves évfordulóját, és ebben az évben rendezték meg a jászok az első jász világtalálkozót. És a világtalálkozót követően augusztus elején Jászberény rendezte meg a Város és Faluvédők Szövetsége országos konferenciáját is, és pont a konferencia alkalmával Rádai Mihály adta át Jászberény város közönségének ezt a szép szobrot. A szobor alkotója egyébként Zilahis Zoltán, jászfényszarúi származású fiatal szobrászművész volt, akinek azóta is több alkotása ismert, illetve hát ma is dolgozik. Azt gondolom, hogy egy nagyon szép alkotást adott nekünk, mert ez a kecses nőalak mindenkinek a kedvence, és nagyon szeretik, fiatalok, idősek egyaránt. A szobor felállításának kezdeményezője és lebonyolítója a Jászberényi Városvédő és Szépítő Egyesület volt, és valóban magánadományokból, magánszemélyek, cégek adományából és természetesen Jászberény város önkormányzatának támogatásával készült el ez a nagyon szép korsóslány szobor. Ezek után pedig irány a tér másik vége, a jászkapitány szobra a cél.
A jászok amúgy büszke emberek, őseik az 1200-as években települtek be a kunokkal együtt. Akkoriban még saját nyelvük is volt, amelyből amúgy nagyon kevés maradt fent. De azt tudjuk, hogy a jó napot kívánok így hangzik jászul, Dabán Horsz. A jászok arra is büszkék, hogy annak idején Mária Teréziától megvették a szabadságukat. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy összeadták azt a pénzt, amelyért visszakapták a királynőtől a szabad tisztviselő és lelkész választást, na meg a pallos jogot. A jászok első embere akkoriban a jászkapitány volt. Nagyon sokat gondolkodtunk azon, hogy mi fejezné ki legjobban az egész jászságot és a jászokat. Nem olyan sok dolog van, ami ezt megteheti, de a jászkapitány személye az kimondottan az, hiszen a jászkerület élén minden időben a jászkapitány állt, tehát az minden jászok kapitánya volt. Ezért került egyébként erre a szabálytalan kőtömbre maga a kapitány alakja, és egy korabeli ünnepi díszöltözetben látható, karddal, illetve hát jobbjában ugye tartja a jászkürtöt, mint ahogyan egykoron egy ünnepi alkalommal, ugye, ahogyan köszönthette a jászokra, vagy esetleg még ivás előtt, vagy ivás után, ahogy a magasba emelte. Tehát ezt jeleníti meg a jász emlékmű szobra, és a talapzaton viszont a 18 jász település bronz címere látható, illetve középen a szabad jászok címere. A jászkapitány szobor csak pár esztendeje áll itt. Előtte sokáig nem volt itt semmi a sétány ezen végén. Az úgynevezett szocializmus idejében viszont itt volt Marton László Új termés című alkotása. Martonról csak annyit, hogy sok ismert szobra van. A legtöbben talán a Dunakorzón álló, azaz ülő kiskirály címűt ismerhetik. Szóval, ahol a jászkapitány áll most, ott korábban az új termés állott. Most viszont itt áll a város szélét jelző tábla szomszédságában egy teljességgel kihalt és gondozatlan téren. Kiváló fotós téma ez, hiszen a szobor körbejárható, jól dokumentálható rajta a pusztulás és az ápolatlanság is. A legnagyobb bűne nyilván az, hogy a szocializmus idején rendelték, és egy csomó olyan üzenete van, amely az 1990-es rendszerváltás után divatját múlt, sőt, üldözendő lett. Kidobni azonban a város akkori vezetése mégsem akarta, így salamoni döntést hozva kirakták ide a mezőre, ahol senkit nem zavar, igaz, senki nem is látja. Kiváló turisztikai célpont. Egy ismerősöm szólt, hogy ha Jászberénybe járok, semmiképpen se hagyjam ki a Szikra galériát és éttermet, mert hogy mondta, a galériában megnézhetem a jászsági festészet múltját és jelenét, a pincében lévő étteremben pedig belakmározhatok. Mondhatom, mindkét dologban igaza volt. A kulináris élvezetek előtt irány a galéria, ahol Szikra Istvánnal az épület és a festmények tulajdonosával találkoztam. Róla azt kell tudni, hogy mérnök és sok szabadalmat jegyző feltaláló. No meg műgyűjtő. 30-35 évvel ezelőtt kezdtem el a feleségemmel gyűjteni. A jászsághoz tartozó, az később egy kicsit szélesebb kör, Magyarországnak a jeles festőinek az anyagát, és hát nagyon szépen összejött, és gondoltuk, hogy találni, jó lenne találni egy megfelelő kiállító helyet, és hát sikerült itt a Rákóczi út 40-ben ezt megtalálni, és ennek a földszinti részen 4 szobába helyeztük el azokat a festményeket, amit sikerült az utóbbi 30 évben összegyűjteni, és hát ezért ezt 2012-ben nyitottuk meg, és hát azóta lehet mondani, hogy állandó kiállításként működik, illetve hát nyilván mindig új és új témát mutatunk be. Az első terem, azt kineveztük annak, hogy néhány hónapig egy-egy jelentős festőnek a anyagát ki tudjuk állítani. A jászságban a festőművészet, mint olyan, mennyire jellemző művészeti ág? Azt lehet azt mondani, hogy
hogy nagyjából 100 évre visszamenőleg voltak itt festők, és aztán a két világháború között egyre több lett, azt is lehet mondani, és aztán a második világháború után, mint napjainkig, nagyon szépen fejlődött, jelenleg is legalább 50-60 festőművész valamilyen módon foglalkozik, vagy Jászberényben lakik, vagy a járságban lakik, és nagyon jelentős több ilyen intézmény is van, ahol tagjai, és hát kiváló festményeket készítenek, és hát időnként ugye mi is kiállítunk az ő festményeiből, és hál' Istennek szépen dolgoznak. De nem csak a gyűjtemény érdekes, hanem az épület is, amelyben van. A nagypolgári ház ugyanis maga a történelem. Lakott itt pártitkár, orvos, tüzépes és ügyvéd is. Bató volt a tulajdonos, egy nagykereskedő, és érdekes módon ugye ehhez hasonló házat, mint amiben vagyunk, épített másik kettő. Tudnélik, 3 lánya volt, és minden 3 lányának egy-egy épület itt, ahol most vagyunk, a Rákóczi út 40-ben is, a lányának, egyik lányának készítette, és éppen a második világháború közben jött, és ugye miután vége volt a második világháborúnak, akkor bizony nagyon rossz világ jött a tulajdonosra és az egész családra, úgyhogy például, ahol most vagyunk, ebben az épületben a tulajdonos és a családja nem lakott. De ha jól hallottam, viszont más mindenki a pártitkártól az orvosig. Igen, hát nagyon sok ember megfordult itt, orvos is, pártitkár is. Ugye a második világháború után jó néhányan ide költöztek, és egészen a 1970-es évek végéig egy nagyon gyakori tulajdonos csere volt, és hát pontosabban 1990-es évek végéig akkor fölmerült, hogy talán eladják, és nekem 2008-ba sikerült megvásárolnom erre a célra, hogy itt ugye egy megfelelő képtárat létesítünk, amikor már a képek nagy része megvolt. Mostanában viszont úgy tűnik, hogy újra aranykorát éli az épület, amelynek galériájáról most menjünk le a pincéjébe. A téglákon még ott a BP monogram hirdetve, hogy majd 90 évvel ezelőtt Bató Pál építette a házat. De hagyjuk a téglákat, és adjuk át magunkat az élvezeteknek, hiszen megkapjuk a Jászság ikonikus levesét. Ez egy jászsági pandúrgulyás, aminek az érdekessége, hogy valóban itt a Jászságban született Koha Csaba nevéhez fűződik, aki egy mesterszakács volt, és a 70-es években gyakorlatilag ételmaradékokból rakta össze ezt az ételt, egy borjú pörkölt alappal, zöldséggel, egy kis levessel, összerottyantva, került bele egy kis gomba zöldborsó, és mustárral, tejszínnel, frissen vágott kaporral ízesítve került a vendégek elé, aminek aztán akkora sikere lett, hogy ezt többször megismételte, sőt, hogyha jól tudom, akkor 3 főzőversenyen első helyezést is ért el vele. De ha jól emlékszem, akkor Koha Csaba egyéb fontos szerepet is betöltött a Jászság életében. Ez valóban így van. Gyakorlatilag neki köszönhető, hogy a jászberényi Lehel jégkorong csapat gyakorlatilag fölküzdötte magát a semmiből, és országos bajnoki címeket nyert el. Nagyon sokat tett a jászberényi jégkorong életért. Az említett időszakban, vagyis a 80-as évek végén, 90-es évek elején szó szerint a csillárokon, azaz a világító testeken is lógtak a nézők, mondjuk egy Lehel-Fradi meccsen. A sportturizmus errefelé sem azelőtt, sem azóta nem volt ennyire erős. Elképesztő volt a hangulat a pályán és a lelátón egyaránt. Megköszönöm csapatunk nevében a díjakat. Ezzel a 1989-90-es sportidény bezár.
Ő pedig Koha Csaba, aki a Pandúr gulyást is feltalálta, és a hoki csapat elnöke is volt. Ez egy 1990-es felvétel róla. Sajnos frissebbet nem tudok mutatni, hiszen alig egy évvel később elhunyt a Jászság főszakácsa. Ahogyan egy jó darabig vegetált később a hoki is. Mostanában viszont újra elindult felfelé. Ahogyan ez a drónkamera is elindult felfelé, mégpedig azért, hogy megmutassa nekünk a szomorú valóságot is. Mégpedig azt, hogy a Jászberény melletti hajdani kerekudvari majorság központi épülete milyen sanyarú állapotban van. Idén éppen 25 esztendeje annak, hogy elkezdtem filmezni a pusztuló épületet. Időről időre visszajövök ide, hogy lássam a változást. Sok örömem nincs a látványban. Egyébként így nézett ki eredetileg a kastély, ami tulajdonképpen egy hatalmas majorság központi épülete volt. A Gosztonyi család birtokolta és mindent építettek ide, ami az élethez kellett. Nem csak lakó és gazdasági épületeket, hanem templomot, orvosi rendelőt, sőt, még óvodát is működtettek itt. Mindebből ma már alig valami van meg. Először még 1994-ben jártam itt. Akkor még menthető volt a kastély, bár jól látszott rajta, hogy 22 esztendeje üresen áll. Egy kölcsönkért VHS kamerával forgattam az épületet és annak belsejét. Bár akkoriban is azt éreztem, hogy itt a vég, ma már tudom, hogy az még csak a végkezdete volt. Amúgy kicsit más volt a hangom is negyed századdal ezelőtt. Lassacskán benőtte a környéket a bozót, Csipke Rózsika álomra kárhoztatva a Jászság egyetlen klasszicista stílusban épült kastélyát. A bejáratnál még házszám hirdeti a valamikori nagyságot, s a falon még ott árválkodik az áramszedő is, hiába várva már évtizedek óta az energiára. Az épületen kívülről is látszik, hogy utolsó óráit éli. A masszívnak tűnő téglafal kivételével roskadozik az egész építmény. Lehangolóbb látványt már csak a kastély belsején nyújt. Az ebédlőben a különleges mintázatú tölgyfa parketta szinte teljesen elpusztult, és nem járt jobban az ebédlő büszkesége a meissen-i porcelánból készült cserépkályha sem. Barbár kezek nyomait viseli magán az egész épület. A természet és a rongálók közös munkája nyomán szinte már biztos, hogy elveszik Jászberény egyik legértékesebb épület együttese. Pedig megmentésére az utóbbi két évtizedben több próbálkozás történt. Akartak itt vendéglátóhelyet, lovasiskolát és még sok mást kialakítani, de általában anyagi problémák miatt meghiúsult a szándék. A napokban újabb hírek keltek szányra, miszerint egy külföldi vállalkozó érdeklődik a terület után. Konkrét eredmény egyelőre nincs. Azoknak, akik szívükön viselik a kerekudvari majorság sorsát, marad a remény, a kastélynak pedig a további pusztulás. 2010-ben, vagyis 16 évvel később visszamentem a kerekudvari kastélyhoz, sőt, akkor már elvittem a Jászság népi együttes táncosait is, hogy közösen tisztelegjünk a romok előtt. Ugyanakkor hívtam oda azt a gosztonyi Ernő urat, aki gyermekként még itt cseperedett, mielőtt a kommunisták el nem vették tőlük a kastélyt. Hát ennyi maradt a gosztonyi vagyonból, semmi több. Szinte hihetetlen, de évtizedekig vissza sem mehetett ide Gosztonyi úr. Amikor pedig visszament, már nem sok öröme volt a látványban. A Gosztonyi család régi vasmegyei eredetű nemesi család. 1269-ben 5. István visszaadta a családnak korábban elvesztett nemességét, és birtokadományban részesítette a családot. A család nem is, hogy régi, hanem ősi. Ősi nemesi család, tehát onnét Vasból egy része elkerült Nyitrába. Nyitrából ez ugye a mai Szlovákia területe? Nem egészen, csak Pozsony megyébe, Pozsony városa. A többi rész az lekerült Heves megyébe. A család körülbelül 200 évig volt Heves megyében birtokos, és különféle köztisztségeket is ellátott.
házasság révén 1868-ban került Kerekudvarra, mert a kerekudvari birtokos Tahir Rudolf lányát, Amáliát vette feleségül. Egyébként magáról Kerekudvarról mit kell tudnunk? Tehát azt látjuk, hogy sajnos most milyen állapotban van. Mikor említették például először? A legelső írásos emlékek az 1300-as évekből valók, korábbi, mint amelyik Jászberényre vonatkozik. A kerka szó volt a kerekudvar eredeti megfelelője, mert Attila egyik feleségét kerkának hívták, és a legenda szerint az övé volt, és kerka udvaraként emlegették. De a köznép nem értette ezt, és inkább kerekudvar néven maradt meg a fogalomban. 2013-ban újra megnéztem a kastélyt. Addigra szinte már a teljes tető beomlott, és komoly bátorság kellett ahhoz, hogy kis kézikamerámmal bemenjek a romos épület maradványba. Az volt a legfurcsább, hogy azt éreztem, hogy ez a ház még pusztulni is csak szépen tud. A beszakadt gerendák, a szétszóródott cserepek, a máló vakolat, vagy éppen a csupasz fehér falak mind-mind a régmúlt dicső időket idézték. Nem is olyannak láttam ezt a házat, mint amelyiket több mint fél évszázad a sorsára hagytak. Inkább olyan volt, mint amelyiket megostromolt valami nagyon erős középkori hadsereg, és amelyben a védők az utolsó cseppvérükig küzdöttek. Egyszer megkérdeztem egy szakértőt, hogy meg lehetne-e menteni ezt az épületet. Némi meglepetésemre azt mondta, hogy minden menthető, de ebben az esetben sokkal több értelme lenne bejárni a romokat, és pontosan rögzíteni az épület minden zegét és zugát, és utána újjáépíteni az egészet, persze modernebb anyagokból. Nos, én azt hiszem, hogy ez az, amire soha nem kerül már sor. Ezúttal nem egyedül mentem el Kerekudvarra, hanem Jászberény egyik legismertebb fotósával, Józsa Tamással. Arra gondoltam ugyanis, hogy megkérdezem tőle, mire kell vigyáznunk akkor, ha turistaként romokat fotózunk vagy videózunk. Arra kell figyelni, hogy ne legyen veszélyes, ugye. Mert ugye főleg, ne vállaljunk be bármit, bárha merészek vagyunk, én az vagyok, én simán bekúszok, mászok még a régi pincékbe is, hogyha úgy van. Ha kell, az épületbe is belemegyek, úgyhogy, de mondjuk ide ne hozzunk fotózni embereket például, magunk vállaljuk be. A drónozás egy nagyon jó megoldás ugye ezekre, hogy be lehet ugye drónozni, úgyhogy igazából ezekre. Milyen szabályok vonatkoznak a drónra? Tehát, hogyha én megveszem a drónt, mert megvenni bárki meg tudja, mi az, amit semmiképpen ne csináljak vele? Ne indíts be, addig még nem végeztél el egy repülési tanfolyamat. Ez nagyon fontos, ez tényleg. Az az első, hogy elmész egy képzésre, például Magyarországon jelenleg két helyen lehet ezt elvégezni, elmész, megtanítanak minden csínyára, bínyára. Légtérhasználat, stb. Bár igazából hivatalos törvényezése nincs még a drónozásnak Magyarországon. És szerintem ezt minél hamarabb meg kéne csinálni az országból, mert mindenki drónozik mindenfelé, és ez szerintem nem jó. Még egy dolog, ami engem nagyon izgat, hogy te, aki értesz hozzá, és régóta csinálod, volt már, hogy neki csaptad valaminek a drónodat? Én már hogy 4 drónt ettem meg az életem folyamán, lehet ezt mondani, hogy persze, az első drónom az körülbelül egy hónapig bírta, a második egy fél évig, de egyébként ami most is nálam van, szóval ez is már azért ütve-kopva van. Uh-huh. Úgyhogy persze. Senki ne keseredjen el, ha oda csapja a drónját valahol. Nem, sőt, én azt mondom, mielőtt nem zuhansz le, nem is vagy igazi drónpilóta. Hogyha nem is töröd össze legalább egyszer-kétszer a drónt, addig nem is vagy igazából drónos. Nem kell félteni, ez egy fogyó eszköz, ami le fog zuhanni, igen. És össze fogod törni, igen. Felakadsz a fára, igen. Felakadsz a drótra, igen. Úgyhogy ez az alapja mindennek. Még nézelődtünk egy kicsit Tomival, majd elbúcsúztunk Kerekudvartól. Én azt hiszem, hogy örökre. Szép 25 éve volt az életemnek, míg visszajárogattam ide filmezni. Most viszont sajnos úgy érzem, hogy mindent láttam, amit látnom kellett. De önök ne legyenek ilyen visszafogottak, jöjjenek el ide, de persze csak azután, hogy Jászberény összes szépségét megnézték már. Azt hiszem, kedves nézőink, hogy mi Tamással itt még ezzel el fogunk játszadozni egy másfél órát, de önöktől viszont el kell köszönnünk. Az elmúlt 3-4 órában Jászberényben kalandoztunk. Én bevallom őszintén, eddig is szerettem ezt a várost, most még jobban szeretem, ha tehetik, jöjjenek el ide. Viszontlátásra. Tamás, köszönöm szépen a segítséget. Én köszönöm, úgyhogy drónozzunk még. Drónozzunk.